A két ütközi Gréföl Majorban tartotta meg az idei gazdasági évnyitóját a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara szerdán, ahol a megye gazdaságának teljes spektruma képviseltette magát. Az évnyitó központi témája az energiagazdálkodás volt. Bizakodással tekintünk a 2023-as évre, hozzá kell tenni, hogy a gazdasági előrejelzésekben nagyon nagy bizonytalanság van. Ugye elmúlt a Covid 1-2-3 influenza járvány, és most a háború kiszámíthatatlan menete, ehhez kapcsolódó szankciók, azok olyan bizonytalanságot jelentenek, amik nagyon megnehezítik a gazdasági számításokat. De hát úgy látjuk, hogy az infláció el fogja érni a csúcspontját nem sokára, erősödik a forint, és érezhető, hogy a energia árakba is egy pozitív változás következik be, érzékelhető változás következett be, és az utolsó adatok, évvégi adatok azt mutatják, hogy a megye gazdasági teljesítményről beszélek, hogy pozitív van áll a megye iparának a teljesítménye, a megyei cégeknek a teljesítménye. Természetesen itt az egyes ágazatok között eltérés van, de úgy látjuk, hogy ha ezt a jelenlegi állapotot sikerül stabilizálni, illetve továbbfejleszteni, akkor nem tekintünk borulátóan a évelé. Hozzátette, a megyei kamara részt vesz minden országos kamarai és kormányprogramban. Egyik legnépszerűbb lehetőség a vállalkozások körében a Széchenyi Kártya program. Dr. Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, a legtöbb kérdés az elmúlt időszakban az energiagazdálkodáshoz kapcsolódott. Alkalmazkodást figyelhető meg a gazdaság szereplőjénél az új kihívásokkal szemben. Nagyon jó irány. Ez nyilván egy reorganizációt igényel majd a teljes gazdaságban. Új összefüggések jelennek meg. Az energiapolitika az korábban nem volt akkora jelentőségű, mint ma. Ez valószínűleg tartós lesz, és a monetáris, fiskális politika mellett a gazdaságpolitikának egy újabb cölöpjeként fog megjelenni a jövőben az energiapolitika. És nagyon sok más terület is láthatóan átalakul. Ugye az uniós források esetében érzékeljük ezt, a beszerzésben a nyersanyagok területén, most az élelmiszertől kezdve az ipari nyersanyagokig bezárólag tulajdonképpen mindenben látható ez, a közlekedés rendszere átalakul. Tehát az egész világ nagyon gyorsan alakul és idomul ahhoz a kihívásrendszerhez, amivel az emberiség szembenéz. Zöld gazdaság például. Hozzátette, a vállalkozások számára fontos, hogy fennmaradjon a növekedés pozitív szaldóval. Az eseményen előadást tartott négy ifjabb Csikán Attila, az Alteo NRT vezérigazgatója, a hazai energiapolitikáról és a várható jövőképről. Az előadásuk után a gazdasági évnyitón átadásra kerültek a kamarai díjak, a zöld gazdaságért díjak, a Mestervizsga Bizottság elnöki kinevezései és a Korrekt Partner védjegyek. Heves megye gazdaságáért díjban részesült az Élményfalu Kft. A díjat Kücsön Gyula vette át. Kücsön Gyula saját missziójaként néhány év leforgása alatt átalakította a Tiszatósarudi partszakaszát. Az Élményfalu néven működő strand és a hozzá kapcsolódó, az egész falura kiterjedő vállalkozás a mozgás és a természet szerelmeseinek kedvenc pihenőhelye lett. Ez egy hatalmas megtiszteltetés az egész projekt számára, és igazából számomra a kollégáim elismerése, hiszen ez egy nagyon kemény munka, amit itt végzünk a Tisza-tó térségében, és azt erősíti meg, hogy talán jó úton járunk egy kis falu felemelkedésével és azzal a munkával, amivel a turisztikát szeretnénk fejleszteni a Tisza-tó régiójában. Amikor leérkeztem a Tisza-tóra, akkor nem akartam vállalkozni, hanem pihenni szerettem volna, de azt látja az ember, hogyha egy térségben aktív szereplővé válik, hogy milyen hiányosságai vannak a térségnek, és hogy hogyan lehet tenni az ott lakókért. Amikor mi megálmodtuk a Tisza-tó élményfaluját, akkor azt láttuk, hogy van egy turisztikai űr, amivel az élmények segítségével le lehet hozni egy kis faluba is a vendégeket, és abban hiszünk, hogy a Tisza-tó marketing és a Tisza-tó ismertsége is egyre inkább fokozódik, és egyre több ember számára természet lesz az érték, és ezt a természetes világot pedig mi szeretnénk a Sarudi kis falunkban megmutatni. Heves megye innovatőre díjban részesült a Gréföl Major két útköz. A díjat Szerencsés Györgyi és Szepesi Péter vette át. A házas pár 10 éve vásárolta meg a két útközben régen elhagyott romos kastélyt, valamint az udvari épületeket. Hatalmas befektetéssel felébresztették Csipke Ruzsika álmából. A kastélyt restaurálták, működő biogazdaságot hoztak létre. A gasztroturisztikai vállalkozást, az éttermet tavaly zöld Michelin csillaggal díjazták. Igazából ez egy nagy elismerés, egy nem számított elismerés számunkra, hiszen mi csak tesszük a dolgunk. Nagyon fontos volt egy Heves megyé
megyében elveszett és elfeledett kastélyépületet megmenteni, restauráltatni, tehát értéket megőrizni, és nagyon fontos volt számunkra, hogy az idejövő vendég egy gyönyörű természeti környezettel, nagyon finom bio alapanyagokból készült étellel találkozzon. Szeretjük a vendégeknek elmondani, miről szól egy biogazdálkodás. Elmondjuk az ideérkező vendégeknek a két utköz és a Gréfül család történetét, de ezt csak így tesszük szeretetből és meggyőződésből. Arra nem is számítottunk, hogy ezért díjat kaptunk, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, és nagyon szépen köszönjük. Heves megye gazdaságáért díjban részesült a Tomat Kft., kamarai munkáért díjban részesült Kalmárné Nagy Ildikó fodrász, S2000 Auditi Szolgáltató Béti, a Heves Gép Kft., Kis Barnabás a Heves megyei hírlap értékesítő munkatársa, a Hungarotech 2000 mérnöki vállalkozás és kereskedelmi Kft., Heves megyei szakképzési díjban részesült Mezriczky Attila, a Robert Bosch Elektronikai Kft. Műszaki Középfokú Duális Képzésekért felelős vezetője, Kis Károlyné és Varga Tamás az MVM Mátra Energia ZRT HR munkatársai, Bózsóné Szabó Ágnes a Heves megyei SC Bornemisza Gergely Technikum szakmai igazgatóhelyettese, Burai György a Bornemisza Gergely Technikum szaktanára, Szabados Gyula a március 15-e középiskola építőipari gyakorlati oktatója. Gazdasági díjakat is átadtak, dekarbonizációs díjban részesült az Axis Bentonit, a Tagamérnöki Kft., az Agriapipe Kft., a Máldava Góvinda Kft., a Tiszatavi Ökocentrum, a Radír Reklám Kft. Mestervizsgabizottság elnöki kinevezést vett át Benus Ferenc Heggesztő, Császár Zoltán kereskedőmester, Mondfai Katalin kozmetikus mester, Németh Dénes Gergő elektronikai műszerész. Korrekt partner védjegyet vett át a Minaret Hotel Kft., a Testi Lelki Szerviz Kft. És Lénárt Márton fotóriporter.